nagyon meghatározó volt, ez talán 92-ben történt, tehát jó rég. Egyetlen színházi táborban vettem részt, egész egyszerűen így alakult, és ez nagyon meghatározó volt, mert Kaposi Lászlóhoz kerültem. És akkor a Fosternek az első Erzsébetén dolgoztunk. És ez aztán mai napig bennem van, és előjön. Annyi mindent elfelejtettem így az évek alatt előadásokból és előadásokról. És így mégis ért valami nagyon, nagyon fontos, hogy készültünk az előadásra. Emlékszem, hogy nagyon, nagyon, nagyon koncentráltan is. Sajnos próbálom átmenteni a mai színész létembe, és nagyon sokszor eszembe jut, ahogy ott álltunk a Foster előadás előtt, vagy ahogy lezavart minket a színpadról, hogy menjetek a színpadomból, annyira dekoncentráltak voltunk egy próbán. Azért fontos, mert hogy olyan kevés dolog ég be az embernek a szívébe, főleg ilyen 25 évvel ezelőtti ügyek, hogy ez nagyon meghatározó volt, hogy az Anna Mariba volt a jelenetünk, és hogy azt mi próbáltuk. És hogy emlékszem, hogy egy olyan egyetlen egyszer játszottuk, aztán én később beugrottam az előadásukba. Tehát az is nagyon jó élmény volt, hogy megérte. Egész egyszerűen ezt tudom mondani, hogy megérte.